végig ezen a körön, és akkor utána lehet reagálni. Kovács Gergely, aki eddig többet nézte az eget, mint maga. Köszönöm a meghívást, és igazából én szeretném megköszönni az ellenzéki pártoknak azt az elképesztően nagy munkát, és azt a rengeteg erőforrást, amit abba beletettek, hogy a kétfarkú kutyapárt egyre népszerűbb legyen. Sokszor elhangzik, hogy a vidékkel kell foglalkozni, ez szerintem alapvetően egy tévedés. Szerintem az Amerikában élő magyarokkal érdemes egyedül foglalkozni. Mi az erőforrásaink 80-90%-át arra fordítjuk, hogy az amerikai magyarok, Amerikában élő magyarok köznépszerűek legyünk. Szeretnénk azokat a mikroadományokat mi megkapni a következő választáson, amit sajnos nem mi kaptunk meg legutóbb. Egyébként mi köszönjük, jól vagyunk. Ami nálunk egyébként nagy változás, hogy végre lett annyi emberünk, hogy tudunk érdemben foglalkozni azzal a sok jelentkezővel, aki jelentkezik a kutyapárthoz. Ez egy nagy hiányosság volt egyébként a választás előtt. Egész egyszerűen nem volt annyi alkalmazottunk, elmondom, nekünk egyébként 20 alkalmazottunk van jelenleg az önkormányzati képviselőkkel együtt. Fel tudtunk venni regionális koordinátorokat, ugye gondolom ez máshol már létezik 70 éve, akiknek tényleg ez a dolguk, hogy becsatornázzák a passzivistákat. Úgyhogy ez itt most tök jó, én bevallom, a választásokat nem is annyira szeretem, úgyhogy így jobban szeretem, amikor éppen nincsen választás, akkor tudjuk csinálni, amit egyébként szeretnénk. És egyébként talán még olyan nap is volt, amikor az összefogás szót nem hallottam az elmúlt év során, bár a mai nap viszont ez valószínűleg ez a statisztika romlani fog elég erősen. Ez elég valószínű. Én azt kell, hogy mondjam, és ez a szomorú igazság, hogy jelenleg ebben az országban kettő darab olyan politikai párt van, amelyik valódi cselekvést végez. Ez a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Momentum. Ahhoz, hogy ne a jelenlegi tortát szeleteljük tovább, azt tudjuk csinálni, hogy részben tanulunk egymástól, és itt a kutyapártra gondolok. Én azt gondolom, hogy amit a Kétfarkú Kutyapárt az elmúlt, most már hosszú évekre visszamenőleg tudom mondani, elvégzett, abból szerintem lehet tanulni. És még egy utolsó záró mondat, és most Gergőre néznék. Én pontosan tudom azt, Kovács Gergőre, pontosan tudom azt, hogy a kutyapárt milyen szituációban van. 19-ben mi is ebben a szituációban voltunk, és most az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy egyszer lesz két választás. És abból adódóan, hogy két választás van, lesz egy identitást megőrző, vagy identitást képző választás, és lesz egy olyan választás, ahol meg tudjuk mutatni azt, hogy abból adódóan, hogy ez nem egy demokrácia, nekünk együtt működve kell tudnunk megőrizni, megtartani és növelni a szabad városok és kerületeknek a számát. Úgyhogy én nagyon, nagyon bízom abban, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt abból adódóan, hogy kettő választás lesz, a jó döntést fogja meghozni. Hát mindjárt itt nagyon sokan jelentkeznek, Kovács Gergely viszont milyen hallgat, egyetlen egyszer szabad meg, és nem jelentkezett. Szóval, hogy készül a kutyapárt? Akkor térjünk át egy picit a stratégiákra, tulajdonképpen erről volt már szó, önállóan, összefogás, vagy hagyjuk is ezt a szót? Végre beszéltek az összefogásról. Itt egyébként volt egy jó ötlet, egy talán fél órával ezelőtt, hogy ne induljon a ellenzéki összefogás a 2026-os választáson. Ez szerintem jó ötlet, és én ezt abszolút támogatom. Még annyit ez egészhez, hogy egyrészt nyilván értem, hogy milyen helyzetben vagytok, és nyilván ti látjátok, hogy ez hogyan jó szerintetek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az evolúció az nem feltétlenül hülyeség. Ugye az evolúció miatt lett pipacs, kacsa, mit tudom én, Völner Pál, tehát hogy és az evolúciónak egy fontos eleme a természetes kiválasztódás, a szelekció, ami azért ugye azt jelenti, hogy amire nem igazán van szükség a fejlődéshez, az mondjuk megszűnik, és én itt úgy látom, hogy körülbelül most még 50 évig lesznek életbe tartva azok a pártok Magyarországon, akik maguktól hát nem kerülnek ilyen helyzetbe. Mi külön indulunk az önkormányzati választáson, ezt megszavazta a tagság, igaziból a Baranyi Krisztát támogatjuk egyedül egyelőre a mostaniak közül. És akkor még annyit, ami talán érdekes, és igazából nem tudom, mind tudjátok-e, hogy az önkormányzati képviselő azon kevés munkakörök, már amennyiben ezt munkának lehet nevezni, egyike, amihez ugye, tehát nem kell érteni semmihez. És ezt, amikor én képviselő lettem, akkor ezt én ott megláttam ezt a gyakorlatban, hogy olyan emberek szavaznak néha milliárdos tételekről, akik egy tulajdonlapot nem értenek, egy közbeszerzést nem értenek, meg egy építési szabályzatot nem értenek meg.
Ez nyilván részben azért is van, mert bizonyos pártok kicsit, hogy talán gyorsabban lettek népszerűek, mint ahogy az emberállomány felért hozzájuk, és akkor nem feltétlenül olyan képviselők kerültek be ökoletokba, akik valamit csinálnak is. Úgyhogy mi igazán, és jaj, és egyébként ezt be kell valljam, hogy én is fél évig azt hittem, hogy Pokorni Zoltánék hát nem lopikáznak a közbeszerzésekből, vagy az ingatlanadásokból. Úgyhogy igazából nálunk annyi a feature, hogy mi nem fogunk nagyon sok helyen elindulni. Nyilván mi listáról tudunk bejutni ugye a listavezetőkkel, hogyha minden körzetbe indulunk. Nekem fontosabb az, hogy olyan képviselőink legyenek, akik mondjuk tényleg csinálnak valamit, meg úgy értenek a dolgokhoz. Úgyhogy emiatt szerintem egy 20-30-40 kerület per város lesz összességében, ahol a kutyapárt elindul. És hát ugye mi elmentén kezdtünk el egy képzést igazából már fél éve az önkormányzati képviselőinek, hogy mondjuk értsenek is ahhoz, amivel utána foglalkozniuk kell. Akkor most induljunk innen Cserdi Antaltól, mert hogy az utolsó negyed órát kezdjük meg, úgyhogy azt javaslom, hogy menjünk sorba, és akkor már a technikai részét nézzük egy picit. Legyen előválasztás, legyen együttműködés, hogyan legyen, külön lista legyen az EP választáson, és akkor mindenkinek itt sorba jön. MKKP-re is reagálnék, hogy Baranyi Krisztát támogatjátok. Ha logóval támogatjátok, akkor ezzel már ketten vagyunk, tehát technikai az összefogás akarva akaratlan, de meg fog valósulni. Lehet ezt majd... Berántottunk. Szelekció. Tűnjenek el a kicsik. Nincs rájuk szükség. Hát eleve a szelekció nem egy demokratikus gondolat. Amúgy a fajelmélet alapja. A Kovács Gergely szeretne még valamit, mert hogy elmondta, hogy összefogás kizárt, most már a ferencvárosi polgármestert sem támogatják, ja, és önállóan indulnak. Hát na, igazából nem mirigyellek titeket, hogy ilyen beszélgetéseken töltitek az életeteket. A itt még talán ehhez a innovációhoz, ugye, hogy egy időpontban lesz ugye az EU-s, illetve az önkormányzati választás, hogy ez jó, de szerintem nem elég merész, és itt tovább lehetne menni, és igazából meg lehetne jövőre már tartani a 2026-os, a 2030-es, meg a 34-es országgyűlési választásokat, és igazából a következő 15 év időközi választásait is szerintem, illetve az akkumgyárakról zajló következő 15 évben népszavazásokat is jól hát jövőre. Esetleg a Fidesznek egy javaslatot nyújtsatok be, és akkor... Köszönöm szépen Kovács Gergelynek, Gyöngyösi Mártonnak, Gelencsér Ferencnek, Arató Gergelynek, Kunhalmi Ágnesnek, Szabó Tímának és Csárdi Antalnak a beszélgetést. Köszönjük szépen a figyelmet!